Januártól a baromfi hús is olcsóbb lesz, de a friss tej és tojás áfakulcsa is 5%-ra csökken. Ezen túl az éttermi szolgáltatások és az internet előfizetések áfája is 18%-ra mérséklődik. 2017-től több adószabályváltozásra is lehet számítani, többek között a kisadózó vállalkozások tételes adója, azaz a kata is módosul. Duplájára emelkedik az éves bevételi értékhatára a katás vállalkozóknak. Ez azt jelenti, hogy 6 millió forintról 12 millió forintra növekszik ez az értékhatár. Természetesen ezután, a bevétel után 40%-os adókulccsal adóznak a 12 millió forint fölötti értékrésznél. Azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az általános forgalmi adó mértéke ugye 6 millió forintról 8 millió forintra növekszik az áfa kötelezett adóalanyok esetében. A kisvállalati adókulcsa a jelenlegi 16-ról 14%-ra csökken, és enyhülnek a KIVA választásának feltételei is. Így az a vállalkozás választhatja majd, amelynek állományi létszáma az előző évben nem haladta meg az 50 főt. Január 1-től újabb 10 tevékenységi körben vezetik be az online kassa használatát. Ez közel 20 ezer vállalkozást érint országos szinten. Többek között a szoláriumok és masszázszalonok, taxisok és plasztikai sebészek szerepelnek a listán. De a családi adókedvezmény mértéke is változik. Két gyermek esetében 5000 forinttal 15000 forintra nő január 1-től. 2017. január 1-től az első házasok kedvezménye is megváltozik. Ez azt jelenti, hogy az első házasok 24 hónapon keresztül igénybe vehetik minden megkötés nélkül azt a kedvezményt, amelyet a NAV törvény biztosít a számukra. Hogyha valaki 2015. január 1-je után kötött házasságot, akkor korábban, hogy a családi adókedvezményre is jogosult volt, nem vehette igénybe ezt a kedvezményt, ugye a kettőt együtt nem lehetett használni. Ez a törvény azonban visszamenőleg is hatályos, tehát hogyha valaki a 2015. január 1 után kötött házasságára vonatkozóan módosítja a 2015-ös évi SZIA bevallását, akkor ezt a kedvezményt igénybe tudja venni. Emelkedik majd az autóval történő munkába járás támogatása is. A költségtérítés 9 forint per kilométerről 15 forint per kilométerre nő. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege is módosul. Január 1-től lesz havi 7110 forint lesz. A végrehajtások elévülési ideje 4 évre csökken 2017-től, amíg a túlfizetéseket visszaigényelni 5 évig lehet majd.